A bajnoki rajt előtti utolsó edzőmérkőzésen a két szomszédvár a PMFC és a Kozármislen FC csapott össze. A csípős hidegben rendezett derbit jobban kezdték a pécsiek, és a 19. percben Juhász László révén egy gólos előnybe kerültek. A második játék részben a házigazdák uralták a mérkőzést, és a 70. percben Tóth Marcel góljának köszönhetően egyenlíteni tudtak, és ezzel beállították a végeredményt. Ezen kell majd javítanunk, hogy az elejétől fogva már úgy menjünk bele a mérkőzésbe, hogy teljesen élesek legyünk. Belealudtunk az elején a mérkőzésbe, most játszottunk először igazán füvön mérkőzést, tehát ez nem kifogás, mert edzeni edzettünk rajta, csak mérkőzés azért megészsük más, de ö, ebbe kell majd a hétvégén jobban javítanunk az első teljes a PMFC játékos kerete is. A téli átigazolási időszak alatt szinte minden posztra erősítést jelentő focistát sikerült szerződtetni. Ők, de Oliveira Ayton, Futó Zsombor, Geiger Norbert, Juhász László, Kondor Kristóf és Kónya Kornél. Vas László vezetőedző két kapussal és 19 mezőny játékossal vághat neki a tavaszi harmadosztályú pontvadászatnak. Úgy láttam, hogy ugye a felkészülési folyamatnak az utolsó fázisában vagyunk, és, és, az első fődő kimondott, hogy jól nézett ki. Tetszettek azok a dolgok, amiket pályára vittünk, és megvalósítottunk. Rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani, agresszívek voltunk, kompaktnak nézett ki a társaság. A második félidővel már ebből a szempontból nem lennék annyira elégedett. Ott kijöttek bizonyos hibák, amik úgy gondolom, hogy az utolsó hétbe javításra szorulnak. A PMFC vasárnap a Szeged Grosics Akadémia ellen, a Kozár FC pedig a Rákosmente KSK ellen kezdi a tavaszi szezont.